Ha egy nappal később rendeli el a kormány a kijárási tilalmat, sor kerülhetett volna a tavasz egyik legnagyobb rangadójára a kézilabda NB2 délnyugati csoportjában. A Peac Szekszárd ütközetre, ami a második hely megszerzése szempontjából amolyan 6 pontos meccsnek számított volna. Bánják ezt Tolnában és Baranyában is, annak ellenére, hogy a végeredmény senkinek sem okozott volna örömet, mint utólag kiderült, lévén, hogy lefújta a szövetség a most futó teljes bajnoki évet minden osztályban. Miután már sosem derül ki, meg tudta volna-e előzni a harmadik helyen álló Fekete Gólyák KC nagy riválisát, a második helyet elfoglaló Peacot. Ott szakadt meg a bajnokság, és fújták le az egészet, és gyakorlatilag annulálták az eddigi eredményeket. Ez nyilván mindenkinek fáj. A közelinek is nevezhető cél a szekszárdi női kézilabdában az NB1B-be történő visszakerülés. A második vonalba, ahol fél évtizeddel ezelőtt még bajnokként uralkodó volt Tabajdi Ferenc csapata. Az első lépéseket megtették a Gólyák. Saját utánpótlás nevelésből kiképezték az NB1B-s szintet már elérő, illetve ahhoz közelítő játékosokat. Olybá tűnik, több időközben más csapathoz távozó szekszárdi nevelésű játékosok is erősen gondolkodnak a visszatérésben. Ha így lesz, jövőre megcélozhatják akár az NB2 megnyerését is, és az NB1B-ben való helytállás sem igényel több olyan rutinos játékos leigazolását, amire anyagi forrásaik a későbbiek során sem lennének. A társasági adóval jól sáfárkodtak, mit jól, kitűnően a Gólyák, lesz olyan pénzmaradványuk, ami többletet jelent a jövő évi költségvetésben. Terembérletet nem fizetünk, utazási költség nincs, tehát lesz egy maradványunk ebből az évadból, amit tovább vihetünk. A következő évre jóvá hagyták már a látványcsapatsport támogatásunkat, ott is ilyen nagyságrendileg 110 millió forint, amit jóvá hagytak a részünkre, és van egy ígéretünk már most ebben a pillanatban, hogy egy ilyen 50-90 millió közötti összeget májusban le is tudunk hívni. Tehát úgy gondolom, hogy az anyagi feltételeink azok jók, tehát azokkal nem leszünk bajba. Hát nyilván itt a nagy kérdés az, hogy mikor indulhat újra, de nagyon bízom benne, hogy augusztusban konszolidálódik annyira ez a helyzet, hogy el tudnak kezdeni dolgozni a játékosok. A Fekete Gólyák KC nem szorul ezek után gépjárművel rendelkező szállítást végző kisiparosokra. A társasági adóból bejövő újabb pénzek révén hamarosan 2 mikrobusz szállítja az őszi mérkőzésekre a serdülőtől a felnőttekig a különböző korosztályú csapatokat. A 2 mikrobusz egyike a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat révén már a napokban meg is érkezett begördült Szekszárdra. És itt lesz néhány napon belül a másik is. Ma még nem lehet sejteni sem, pláne tudni, hány csapat lesz a bajnoki címre esélyes a 2020-21-es NB2-es bajnokság délnyugati csoportjában.